Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Csatornánk partnere az Unibet Magyarország. Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Támogatunk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Üdv mindenkinek, sziasztok, és szeretnénk majd nagyon boldog karácsonyt kívánni pár nap múlvára. Most éppen Igorral és Csabival itt mellettem. Gyorsan fölvesszük a heti parkfermét, ami igazándiból hát túl sok aktuális eseményt nem fog tudni tartalmazni, mert hát elég kevés aktuális esemény zajlik. De voltak az elmúlt héten olyan döntések, olyan események, amiket a fiúkkal szeretnék elemezni, hiszen van mindenféle itt a háttérben. Viszont először a nyertesek. A múlt heti parkfermébe ugye volt egy egységcsomagunk, ilyen Star Wars-os bögre, meg kitűző, meg kulcstartó, meg Viktorra nézek, talán még mágnesek is, tehát egy ilyen, hívjuk úgy, hogy a paket. A paketet Mr. Slapfly, ne röhögjetek, így van a YouTube neve, nyerte, akinek várjuk, hogy jelentkezzen. És volt még egy játékunk, ugye az itt van mögöttem még a kis cucc. Tévét meg lehetett nyerni. Nem hoztál másikat, úgyhogy ezt nem. Nem, egy ilyen DJI telefon OM5-öt lehetett Facebook posztban nyerni, amit a Drónkuckótól kaptunk, és ami egyébként annyira tetszett a hozzászólás mennyisége a DJI-nak, hogy rögtön felajánlottak még egyet, úgyhogy ebből majd lesz még játék. Ezt nem biztos, hogy sorsoljuk, mert nekem is tetszik. Igen. Ilyenkor szokott az, de hogy ellopkodja. Ezt a cuccot egyébként Szűcs Péter nyert, aki már jelentkezett is, csak el akartam volna mondani, hogy lesz még majd ilyen játékunk. Csabi, leteszed ide mellém? Aha. És ha már itt lenyúlok magam mellé, akkor Igor hozott két baseball sapkát. Az egyiket egy olyan michelines sapka, amit ugye azok kapnak, akik michelines gumival dobogóra állhatnak, a másik pedig gyári és Skodás sapka. Ezt pedig ezen a műsoron fogjuk kisorsolni majd. Azt, hogy mikor, azt nehezen fogom tudni megmagyarázni, mert hogy a jövő hét hétfőn egy korábban felvett adást fogtok látni, 1. januárban pedig elméletileg nem lesz, de majd a kommentelés zajlódjon, és majd a YouTube-on írom a győztest, és küldjük neki. Természetesen Igornak köszönhetjük, hogy itt vannak a baseballok. Tehát ezek voltak a játékok, és akkor gyorsan a srácoktól a múlt heti VMSC ülés döntéseiről szeretnék egy zanzásított választ, például Csabitól, aki még nem fejthette ki a véleményét arról, hogy a Rallycross világbajnokságba ugye visszaengedik a benzines autókat is együtt az elektromosokkal. Még nem tudták megmagyarázni, hogy ez mi módon lesz. Ez egyik kérdésem, hogy látva azt, hogy majd Igorra kielemezzük azt, hogy a Rallyban is ilyen elektromos kézifékbehúzás van, itt is kézifékbehúzás van, hogy ahogy a műsor címének is gondoltam, hogy az FIA észhez tért, vagy csak szembesültek vele, hogy kurva nagy a baj? Én nem hiszem, hogy észhez tért, nem tért észhez. Azt gondolom, hogy szép lassan beigazolódik, és az autósportban talán még gyorsabban, mint a közúton, hogy ez a átfogó villanyosítás, ez nem mindenhol állja meg a helyét. Tehát, hogy bizonyos keretek között, bizonyos körülmények között, igenis ez jó dolog, de az nem az autósport például. Tehát, hogy mivel a gyártók nem hajlandóak tovább menni, és nem hozta azt az elvárt érdeklődés gyártói oldalról sem, mint amit gondolom vártak, akár a rallycrossba, hogy majd ez lesz a megmentő. És igazándiból én is azt gondoltam, hogy ha valahol akkor a rallycross lehet az a szakág, ahol a leginkább ez elterjedhet, hiszen rövid versenytáv, nagy teljesítmény, és nincsenek olyan hiper-szuper extra igények, aminek meg kellene felelni hatótáv vagy bármi tekintetében. De ott sem működik, és ugye voltak a tűzesetek, de szerintem az már csak egy pont volt az íre, ha úgy tetszik. Eleve nem volt népszerű, senkit nem érdekel elnézést, de nézői oldalról sem, és az autósport nézők nélkülünk, az nem érdekes, az eladhatatlan. Nem csak azért, mert nem érdekes, hanem üzletileg sem állja meg a helyét, tehát hogy öncélúan karistolni az is jó dolog, csak idővel felborul az a pénzügyi egyensúly az egésznek. Szóval szerintem rengeteg sebből vérzett, akár a VRX, ami most ugye úgy tűnik, hogy hát ugye az idei év az eleve ilyen csúfos véget ért, vagy hogy mondjam, tehát Christopherson tényleg a legjobb, tehát nem tőle sajnálom a bajnoki címet, de hogy mit nyert meg, ez azért eléggé rejtély. De pontosan.
De azért ő nem most idén bizonyított, tehát hogy ez nem volt kérdéses, hogy ő egy talicskával is a legjobb, úgy tűnik abban a mezőnyben. Én nagyon örülök neki, hogyha visszajönnek a belső égésű motorok. Én sajnos vessem meg bárki, de nem hiszem, hogy az, hogy az autósportot tönkre tesszük ezzel a villanyosítással, ezzel a Földnek olyan hatalmas nagy előnyt adnánk, vagy ettől annyira megváltozna a világ, hogy tehát akkor itt egy döntés van, ha környezettudatosak akarunk lenni, akkor meg kell szüntetni az autósportot. Az autósport az nem környezettudatos, mert öncélúan használjuk fel az energiákat, az anyagokat. Ez nem tud környezettudatos lenni, ez csak akkor tud lenni, ha nincs. Nyilván ez nem cél. Ez az egész csak egy ilyen álszentség, amiről beszélünk már régóta, akár a Formula E kapcsán is. Úgyhogy én nagyon üdvözlöm ezt a döntést. Vélhetően nem a józanész és a belátás hozta, hanem az, hogy egyszerűen, ha nincs gyártó, akkor ki lehet írni bajnokságot, de autó nélkül az elég szegényesnek tűnik. Igor, te is figyeled az összes bajnokságot, és nagyon sok kapcsolatod van Raliban is, meg máshol is. Te hogy vélekedsz erről? Most nyilván elkezdték azt mondogatni, hogy majd a rajtnál jobbak lesznek a villanyautók, de még nem tudják, milyen rendszer szerint akarják ezt a VRX-et összemosni. Sőt, ugye azt is kijelentették, hogy nem feltétlenül lesz időmérés, és nem az idő ellen fognak versenyezni, hanem csak egymás ellen a pilóták. Nyilván ebben benne van zárójelben az, hogy ne lehessen összehasonlítani. Ez mondjuk a majoséknak nem olyan jó hír. Igen, nem olyan jó hír. És hogy egyszerűsítik, amit évek óta mondunk, hogy nem értjük, hogy még kell 3 napig versenyezni azért az egy futamért, hogy hát ezt is egyszerűsíteni fogják. Még nem tudják, hogy, de már bejelentették, hogy egyszerűsíteni fogják. Te hogy élted meg ezt a pici visszalépést? Én azt gondolom, hogy ez az egész onnan indult, hogy a gyártók elkezdték az FIA-t valamilyen szinten szabályozni, hogy nekik az a prioritásuk, hogy valamilyen elektromosság legyen a rendszerbe. Miközben most már a Toyota, ha most a VRC-re nézünk vissza, maga szerintem fékeli ezt az egész folyamatot. Szóval maguk a gyártók is rájöttek. A Volkswagen anno kivonult, mert az lett az alapvető koncepció, hogy ők már csak elektromos vagy zöld energiában gondolkodnak, de én azt gondolom, hogy a közúti forgalom és a versenypályázat ebben esetben totálisan más. Biztos, hogy talán meg az, ami most a VRC-ben van, még az utolsó határ, ott mentek el szerintem emészthetőleg a falig, hogy van benne egy pici hibridizáció, de hogy ez alapban ez adja az alaphajtást, azt szerintem az aktuális technikai fejlődésben szerintem nem élvezhető, hanem hogy nem is működtethető. Ezt azért valamilyen szinten kell tölteni, azt az akkumulátort valamiből ki kell gyártani, és ennek akkora nagy költsége és ekológiai nyoma van, hogy én szerintem nem erre vezet az út. Viktor, mutass nekünk légy szíves egy mémet, mert ezzel kapcsolatban találtunk a héten egy nagyon kellemes mémet, ezt csak meg akartam nektek mutatni, egy régi híres, ugye Derek Ake-től a Harry hozd a kocsit, mindjárt Stefan csak még töltődik. Hogy azért ez jó hetes. Ez így gyönyörűen leírja azt a helyzetet, amiben éppen vagyunk. Ugye ők még hetesen mentek mindig igen, a Derek. Igen. Az nagyon-nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy az FIA, legalábbis a VRC-ben úgy van, hogyha ugye majd most 2025-től jön egy új szabály, igazából úgy néz ki, hogy a Toyota majd a Subaru-val jön, de az alapgondolat az, hogy mindig az adott szakág egyeztet a gyártókkal. És néha a gyártók öngolt rúgnak azzal, hogy erőltetik ezt az egész elektromos vagy akár hibrid hajtást, és utána egy idő után rájönnek, hogy nem erre vezet az út. Én nagyon bízom abban, hogy majd 2026-os szabályok alapján a VRC-ben lesz egy plusz gyártó, és hogy olyan döntés fog majd születni, ahol a gyártók azt próbálják letolni az FIA torkán, amit ténylegesen tudnak teljesíteni úgy, hogy azt a nézők is élvezzék. Nézd, gyakorlatilag szerintem bármelyik területén az autósportnak, ha nézzünk, akkor ez az irány kezdődik szép lassan, legalábbis bízom benne, hogy a jelek erre utalnak, mert ha a Forma 1-es motorformulát nézed, ott is a következő motorformulánál ugye a maradt hibrid rész, de sokkal egyszerűbb lesz. Sokkal egyszerűbb lesz, így van, és olyan technológia
irányába próbálják közelíteni, ami nem ez a túlbonyolított, közúton teljesen irreleváns, hővisszanyerős, nem tudom micsoda, hanem simán a mozgási energiát, hogy vissza tudják tölteni, azt leadja. Ez tök jó, ennek van előnye, én is azt gondolom, de megmarad az összhang és a párhuzam, vagy legalábbis létrejön valamilyen szinten a közút és az autósport között, ami végül is az egésznek a lényege kellene, hogy legyen szerintem. A másik nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy most meg kellene adni, hogy mi a cél. Az, hogy az az autó ekológikus legyen, mert az már igazából régen megvan. Van szintetikus alapú üzemanyag, amitől igazából egész full zöld, ha van benne hibrid, ha nincs. Én azt gondolom, hogy inkább a marketing az, ami ezt az egészet nyomja előre, hogy azt mutassuk a nézők felé, hogy mi egy elektromossággal hajtott, vagy annak a kombinációjával hajtott autót használunk, amely majd az utcai autók eladásában hoz valamilyen promót. Nem gondolom, hogy az emberek, amikor látnak egy Forma 1-et, vagy egy aerokites Toyota Yaris-t, akkor abból arra asszociálnak, hogy majd az utcai autó. Hogy nekem pont az egy literest kell mennem a kereskedésbe megvenni. Ugyanakkor, ugyanakkor meg ugye pont a rallival kapcsolatban most azt mondták, hogy hát azért ráébredtek ennyi év alatt, hogy itt pont a hibrid rendszer teszi a WRC 1-es autókat marha drágává. 1 millió euró? Igen. Hát persze, ez a túl bonyolított, és igazándiból csak egy gyártó van, csak onnan tudsz venni, bármi sérű, senki nem tud hozzányúlni, hanem egyből azt kell. Tehát, hogy eleve az autósportnak, meg eleve szerintem minden szakágnak az egy komoly kihívás a költségeknek a kordában tartása, mert iszonyatosan elment minden, iszonyatosan akármelyik szakágat nézzük szerintem, és már csak ezért is kell lennének a reformok, de az, hogy még nehezebb és még drágábbá tesszük az autókat mesterségesen, ez egyértelmű, hogy nem fenntartható azokban a szakágokban, ahol a versenyzőktől vagy a csapatoktól várjuk a finanszírozást, és nem gyári finanszírozás van, mert hogy? Tehát, hogy egyszerre szeretnénk, hogy még több emberhez eljusson az autósport, és még többen tudják csinálni, ezzel párhuzamosan pedig exponenciálisan nőnek a költségek, ez ellentmondás mindenféleképpen. Az autósportot tudomásul kéne venni, hogy az egy marketing eszköz, és a Fábiából se azért adnak el véletlenül többet, mert a Rally 2-es autó a világ egyik legjobb Rally 2-es autója, hanem egyszerűen márkaépítés, hogy a Skoda sapkát fel akarja venni valaki, és hogy ne ciki legyen, hanem menő legyen, és kész. Tehát, hogy ez egyfajta imidzsépítés, és arra való. Foglalkozunk majd, bocs, mondj Igor. Csak hogy erről a Csabi többet tud mondani, de szerintem a Le Mansban ezt már kitalálták, szóval, amikor az LMP1 és egy Hypercar között hiszem 7-szeres a árkülönbség, igen, ami meg mindig egy csillagászati összeg, de már rájöttek 3 éve ezelőtt, hogy nem erre vezet az út, és innen látszik, azt hiszem most 8 gyári csapat, vagy 9. 19 autó lesz, igen, valami ilyen eszevezett szám. És a GT kategóriában is megszüntették, igen, a GTE-t, ami szintén 21 millió eurós autó, mert volt belőle az a néhány. Inkább akkor legyen GT 3 alapú, és egyből izé már húzni kell, hogy kinevezhet. Ők szerintem egy fázissal előbbre vannak, de szerintem ez az út, amelyre ez egész. A többi szakák fog fejlődni. Foglalkozunk majd még a rallival, de most egy kis Forma 1 kitekintés. Nem sok minden történik a Forma 1-ben, ezért gerjesztik a plusz információkat. Ugye volt a Suzy Wolf sztori, amit egy hét alatt aztán el is csöndesítettünk, és most már úgy elástuk, hogy elő se lehet menni a híreket olyan mélyre. Most a legújabb hír az, hogy a Red Bull ugye éjszakai sötétített kerékcsere versenyt tartott magának, és 10 próbálkozásból végül is 3 másodperc alatti időt csináltak a fiúk. Igaz, hogy 8 fölöttből indultak, de azért az, hogy korom sötétben megcsinálni egy kerékcserét, szükség nem volt rá, de szerintem ez is egy remek marketing. Figyelj, egyébként, ha már környezettudatosság, akkor annyira erőltetik az éjszakai versenyeket, én javaslom, a Box utcában legyen sötét, és akkor még haszna is van, meg spórolnak az árammal, már előrébb lennék. Hát vagy nagy volt a büzse, és meg erre is adta ki a... De bármi értelme volt ennek? Nem, ugye? De milyen menő, nem? Nem. Gondold el azt a marketingest, aki kitalálta ezt. Persze, most ez egy hír, amiről beszélnek, mint mi is. Óriás. Tök jó. Coulthard vezette az aktuális F1-es autót. Ez pont ugyanolyan. Ez is egy híró, igen. Nem tudjuk tovább. És mit tudtunk meg belőle? Semmi, nagyon tetszett neki. Ú, de jó. Azt nem tudom eldönteni, hogy megy ez a nagyon nagy harc ezzel a költséghatárral, hogy ez most beletartozik, nem? Ez most a csapat költsége, vagy ez a
a Red Bull költsége, és akkor már azt hiszem 750 millió, vagy mennyi most ez a felső? Nem, kevesebb. Nem, 145. 145. Bocsánat, 145 millió. Igen. És akkor ez beletartozik? Hát, nem hiszem. Ezek szerintem az ki van filézve. Igen. Gondolom ez valami más marketingből ment. Nagyon durva. Vagy lehet, ha erre van pénz, akkor nagyon jól lenne. Lehet, hogy Kulthárt fizette. Ja. Persze. Kártyával. Meg a szerelők, hogy cseréljesen egy sötétbe. Egy ilyen komolyabb téma, hogy Alonso nyilatkozgatta a múlt héten, mert kérdezgették, hogy akkor még meddig, meg nem érzi magát öregnek, meg stb. És mondta, hogy egyáltalán nem, de hogy azért azt előre látja, így az elmúlt évből, hogy őt ezek a triple headerek, tehát amikor 3 hétig egymás után van verseny, az fizikálisan azért megrugdossa. Ez viszont egy érdekes nyilatkozat volt számomra. Én továbbra is tartom az ötletemet. Fel annyi versenyző, vagy kétszer annyi versenyző? Nem, ugye, hogyha 24 fut, ezt még egyszer elmondom, hogy mindenki értse. Jó. Nem, de tényleg ez túl sok, hát látszik, tehát Alonzón is, hogy de nem csak őt, hát az egész mezőnyön látszott azért. Volt olyan verseny, mint a holdkorosok úgy mozogtak szerintem. Túl sok. Hát ugye rossz volt az, hogy időeltolódásban egyik hétre másikra. Ja, igen, csak 12 órát mentek arrébb, tehát nem vészes. Igen. Vegasból átmentek Abu Dhabiba, nem dráma. Nem, túl sok. 24 hétvégében fókuszban lenni, tehát ugye az eleve, a tudomásom szerint 52 hét van, az annak eleve a fele, és ugye télen van egy holt szezon, tehát nyáron ez még sokkal intenzívebb. Plusz a teszt, meg ez, meg azt, egyszerűen ez túl sok ezen a szinten teljesíteni. Szerintem mindenkinek, és ugye beszéltünk már a kiégés problémájáról, akár Rovan Pera esetében is, ez ide vezet. És ezért mondtam, hogy szerintem 16 az tök jó lenne, 24 hétvége van, 48 futam, ha úgy nézzük, mert ugye autónként, és akkor 3 pilótával kéne mindenki menjen 16-ot, úgy osztják be, hogy akarják, tök vicces lenne kicsit megszínesíteni az egész műsort. Egy kismerőt dominikális. Igen. Nekem Ramansz Panyak jó barátom, úgyhogy, és ők azt hiszem 14-et mennek? Vagy? Igen, valami ilyesmit, igen. Plusz azt mondja, hogy a nagyon-nagyon sok szimulátorozás hozza a repkedés ide-oda-amoda, és meg a normál tesztek is, tehát amik nem helyszíntesztek. Mondta, hogy így netesen mondjuk jó. Nagyon durva. Nagyon durva. Vannak F1 csapatnév változtatások, hát most a fölöttünk látható mémen az van ugye, hogy a Joey-nak próbálja elmagyarázni a jó barátokból a kis hölgy, hogy steak, addig még megy, igen, F1, az is megy, team, kick, Sauber. Ja, hogy akkor Sauber F1, akkor jó. Tehát, hogy azért sokat gondolkoztak, hogy lehet majd egy csapatot nem kimondani, nem? Igen, azért megkönnyebbülés lesz, mikor 2 évvel később majd simán Audi-nak hívják, nem? De azért a közvetítőknek ez szar lesz most egy kicsit. De úgy, hogy kínai pénz van benne, meg így is a pénz a nagy úr, mert hát ezeket fel kell sorolni, mert névadó szponzorok, és gondolom dobtak a kalapba. Jó? Nagyon durva. Hát biztos. Ezt mikor végigolvastam, hogy rendesen tényleg konkrétan 6 szavas csapatnév. Tehát, hogy És akkor Csabi hozott még egy hírt, ami szintén kapcsolódik az F1-hez, hogy a digitális NLS-t Max nyerte, ha jól igen, mondtam. Igen, tehát látszik azért, ő biztos, hogy vele valami baj van, tehát hogy neki még ez is kevés, úgyhogy ő a virtuális világban folytatja a versenyzést, és ugye erről híres, hogy ő folyamatosan, tehát benne annyira buzog ez a vágy, hogy versenyezzen, és a szimulátorozásban is nagyon élenjáró, és most a hétvégén volt a digitális NLS, ugye az a német hosszú távú bajnokság 3 órás versenye második fordulója, és azt ők nyerték abszolútba, tehát egy GTR-mas Ferrari-val ment egyébként. Apuka Skodával megy az érdekes. Minden ugyanaz. Szóval egy GTR-mas Ferrari-val mentek, mert az a csapat azzal megy egy másik versenyzővel, és ketten megnyerték. Ami szerintem tök nagy szám, mert azért ott sok ügyeskező fiú megy, és azért az, hogy szimulátorban is ilyen szinten van, bár azért ő Le Mans-ba is ment már, meg itt ott, tehát ő a szimulátorozásban is nagyon jó. Ami szerintem érdekes ebből, én az első kört megnéztem, mert felrakta a Nürburgring egy ilyen onboard, tehát hogy egy ilyen onboard kamera nézetet a Verstappen autójából, és a rajtnál ő a második pozícióból indult, és az első körben a második helyen volt, és végigkövettük azt, aki elől ment, és látszott, hogy annyira más, hogy megy, és persze minden centit kihasználnak a pályából, de
én azt láttam, hogy aki elől ment az első körbe, hogyha úgy menne a valóságba, teljesen kizárt, hogy azt túl lehessen élni. Pont ezt akartam kérdezni, hogy te, aki mentél ott, azért elégszer gyorsan, hogy mennyire valós, hogy ők tudnak menni. Hát Verstappen, pont ezt akartam, hogy Verstappen olyan íveken ment, amit el tudok képzelni, és úgy értem, hogy látszott bizonyos különbségeken, hogy az egy olyan, aki már ült versenyautóban. A másik, az kihasználta az utolsó centit is, de olyan nincsen. Tehát az valóságban szerintem egy körön se adja ki, de versenyben meg tuti, hogy nem. Tehát, hogy... Igen, tehát ezért voltam kíváncsi, hogy megnéztem belőle az első kört, hát mondom, ez csodálatos. Megérkezett a TCR World Tour jövő évi naptára, amiben felsorolgatom, bár itt fölöttünk nyilván ki van most írva, Viktor kirakja, de ami nekem a legmeglepőbb, hogy egyetlen darab európai versenyen, ugye Vallelungával fognak kezdeni. Aztán van Marrakesh, van Amerika, van egy nem megnevezett Brazil, utána Argentína, Kína, Ausztrália ugye kétszer, és Macau a vége. Szerintem ez egyre nehezebbé teszi azt, hogy mi ezt bármilyen módon is európai emberek kövessük, de látva az idei szezonnak a működését, és most nem csak Norbi győzelme, ami nekünk fontos, hanem azért azt gondolom, hogy ahova mentek, akár a World Tour-osok csak becsatlakoztak, azért mindenhol komoly mezőnyben komoly verseny volt. Tehát olyan, mintha működne a rendszer, viszont így szerintem számunkra európaiak számára el fogja veszteni az érdekességét. Hát a TCR Europe-ot azt azért úgy viszonylag kinyírta. Igen. Tehát, hogy az tönkrement. Nem tudom, hogy ez ennek köszönhető-e, vagy sem, de a korábbi években ott nagyon nagy mezőny volt, és színvonalas mezőny, idén meg kb. Semmi, amikor ők nem indultak. Úgyhogy ez, aki TCR Europe-ba akar menni, annak végül is jó hír. Igen, nem lesznek ott a World Tour-osok, igen, csak egyszer. Igen. Igor, te mit gondolsz? Figyeled ezt a bajnokságot? Részben figyelem. Én ezt is gazdaságilag próbálom megközelíteni. Durván 500 millió ember él az Európai Unióban, ami a földnek, mondtam, 7%-a. És én azt gondolom, hogy a márkák, hiába európaiak, de ugye megy a Hyundai is, ami főleg Ázsiában erős, olyan helyekre próbálják vinni, ahol ő nekik ez marketingileg hoz valamit. Most kérdés az, hogy direkt vagy indirekt módon, ha látnak egy ilyen Elantrát, akkor hogy attól az emberek mennyire fognak bemenni a Hyundai szalonba autót venni. Főleg nálunk, ahol igen, ezt lehet kapni. Tehát, igen. Igen, az egy nagy biznisz. De hogy én azt gondolom, hogy pontosan ez az a sorozat, ahol megmondják a márka képviseletek, hogy hol szeretnének menni. Mondjuk abban igaza lehet az Igornak, hogy ez az egyik olyan világsorozat, ahol amit látok autót, olyant körülbelül tudok venni, nem? Tehát az összes többi az nem is hasonlít arra, amit meg tudsz vásárolni. Itt legalább nagyjából úgy néz ki. Hát igen, Forma 1 sem ennyire. Hát igen, de melyiket tudod megvenni? Igen. Ja, azokon a piacokon, ahol mennek, ott igen? Ott igen. Igen, mondjuk igen, mert Lincoln-kot meg pont Elantrát nem tudok venni. De Lincoln-kot tudsz venni. De RS3-at tudnék venni, hogyha akarok. Igen. Tehát azért van olyan, amit van. Tudnék. Érdekes. De lehet, hogy egyébként az is oka lehet ennek, hogy ugye Európában ez a sorozat azért persze népszerű a TCR meg minden, de hogyha jobban szétszórják a világba, akkor máshol azért nagyobb durranásnak számíthat talán. Nem láttam olyan eszeveszett mennyiségű nézőt ezeken a versenyeken. Nem, az mondjuk igaz. Nem volt akkor. Na mindegy, hát meglátjuk. Azoknak az országnak fontos, és megint csak arra fordulok vissza, hogy Hayden Panettiere nyerte az EB-t, és egyetlen nagy matrica volt rajta az autón, Hyundai New Zealand. Igen. Igen. Valamiért fontos nekik, hogy ez, igen, gondolom, itt megy a verseny, de a promó pedig ott fut, és ez valahogy... Meg azért, mert neki az a támogatási köre megvan, viszont az a pénz, amennyit a New Zealand bele tud rakni, azt tudjuk, hogy másra nem lenne elegendő. Az EB szezonra elegendő, uh-huh, és tudják kommunikálni. És ez egy jó bajnokság nagy valószínűséggel, aminek így van értéke. Van értéke, igen. Mint hogy helyette tudna menni mondjuk 5 darab WRC 2-es futamot, amiből 3-szor kiesik. Be se jutna nagyban. Vagy és nincs 10-be. Uh-huh. Lássuk be. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Hedo Kft. Az út, ami összeköt. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től. Modell és hobbi. A modellautóbázis. Támogatunk Adata Expert. Adatokat csak tiszta forrásból.
Ha már egyébként Igor belekezdtünk a ralliba, föl van írva egy pár új dolog, ugye VMSC vissza a műsor elejére, a VRC-el kapcsolatban is vannak döntések, ugye egy héttel ezelőtt még azt tudtam mondani itt Janival, hogy kiadták a Robert Riedék azt a statementet, hogy majd kiadnak egy statementet. Hát egy hetet kellett rávárni. Azt hittem megszúrom a helyemet. Ezt elmondani, hogy majd elmondom, tehát köszi. De egy hetet kellett várni, és van új pontrendszer. Hát ember legyen a talpán, aki majd ebbe fog tudni taktikázni, meg aki ezt majd így az első futamokon megszokja. Picit próbáljuk meg a nézőknek elmagyarázni, hogy hogy fog kinézni az új pontrendszer a VB-n. Én azt gondolom, visszatérve az alapkérdéshez, hogy múlt héten már majdnem kész voltak vele, csak ma volt egy rossz péntekük, és nem tudták kihozni, és akkor egy hetet kellett rávárni. Az a lényeg, hogy már a lőbb időszakában is, de most igazán az utolsó nap csak és kizárólag a Power Stage-ről szól. Azt, hogyha megnézitek, akkor a Power Stage mindig fél egykor megy vasárnap, így igazából az alapban is mindig csak egy fél nap. Úgy van promóilag beállítva, hogy ebéd után tudja menni a Power Stage, amit ő szerintük legtöbben néznek, én azt gondolom, hogy ez sem igaz, de hogy igazából úgy jön majd a pontrendszer, hogy az emberek majd úgy kapnak napi pontokat, ha ténylegesen befejezték a versenyt. Ebben gondolom azt védik ki, hogy ha eljut a bajnokság, különböző kategóriá eljutnak már a szezon végéhez, és elég egy 5 pont a bajnoki címér, akkor az első napot valahogyan végigmegy az ember, és utána kiáll. Én nem gondolom, hogy ilyen sarkalatos pontokra kell az egész pontrendszert felállítani, de lehet, hogy az is jó, hogy egy picit módosítottak rajta. Most szerintem ez a új hír, majd jövőre jön az új szabályrendszer, úgyhogy meglássuk. VRC2-ben is kb. Ugyanezek a pontok lesznek. Ott szerintem annyira egyforma a mezőny, hogy ott inkább lesz valamilyen mondó ráhatása azzal, hogy hogyan fognak menni az emberek utolsó nap. Ugye fizikálisan úgy néz ki, hogy a péntek-szombat fogja jelenteni a versenyt, azért kapsz majd egy ilyen 18-15-12, tehát ami a mostani második-harmadik helytől lenne a top 10. De csak akkor kapja meg, ha célba ért vasárnap is. Már érted? A vasárnapért van külön 7-6-5-4-3-2-1. Plusz Power Stage. Tehát 13-at tudsz kapni, 12-t tudsz kapni vasárnap, ami egyébként a péntek-szombatnak a harmadik helyével is megegyezne. Magyarul, ha két napig nem versenyzem, csak megyek vasárnap, és ott tönkreverem őket, akkor olyan, mintha az autóversenyen harmadik lettem volna. Ha mindent megnyerek, akkor 30 pontot tudok kapni, az a nagyon-nagyon rája. És azt akartuk ezzel elérni, hogy vasárnap is legyen tempó. Hát aki péntek-szombaton jól áll, az már vasárnap azért nem fog sietni, mert nem kockáztathatja a péntek-szombatját, mert ha nem ér célba vasárnap, elbukta a péntek-szombatját is. Tehát ő lassan fog menni. Magyarul ugyanazok fognak csak gyorsan menni, akiknek a vasárnap fontos. Tehát nagy ötlet volt more, viszont ezt majd követni? Én szerintem ebbe minden más pont leosztásban bele fognak szokni. Én inkább azt gondolom, hogy vasárnap minden felül fog írni az, hogy végigérjenek, és az a két pont az nem fog, vagy a három, semmit mondani, mert viszont, negyedik, ötödik nem fog tudni menni így. Viszont a rövidített négy gyorsaság is délig tartó vasárnap szerintem itt túl értékes. Így van. Extrémen értékes. Azt akartam mondani, hogy az igazából egy fél nap csak. Konkrétan. És marha sokat adsz érte. Sokkal egyszerűbb lenne minden gyorsaságira pontot adni. Egyébként igen, egyébként ezért csinálja jól, ez meg nekem a V2RC-ben, a tereplali világbajnokságban tetszik, hogy ott a napért is pont van, meg igen. A versenyért. Igen, és kész. Nem is adják fel a lőbék, amikor kiesnek, mert másnap újra tud menni a szakaszgyőzelemért. Az egy tök ötletes megoldás. Végén az a pont biztos ilyen. Így van. Tehát, hogy azért az ötletes. Na és akkor még egy VRC hír, ami ugyanígy ratifikálódott, amit meg ugye korábban már említett az Igor, hogy itt azért nem mindegy, hogy gyárak tesznek bele pénzt, meg te is mondtad, vagy magáncégek, és ugye pont a Malcolm Wilson erőltette ezt a visszahozott szabályt, vagy új szabályt nagyon, hogy régi VRC-ket is elő lehessen venni a garázsból, és most úgy tűnik, hogy mehetnek akkor a régi VRC-k, de bizonyos módosításokkal. A kedvencem az, hogy egy 90 plusz 10 kilós dummy, tehát karbonba ágyazott mű hibrid rendszert be kell rakni a kocsiba, ami persze nem működik, tehát csak felsúlyozzuk a hibridnek a szintjére, de így elméletileg mehet benzines VRC is. Nem szerezhet márka világbajnokságban pontot, viszont már nincs benne az a szabály, ami eddig volt, hogy nem lehettél gyári pilóta. Tehát, hogyha én hozok egy utolsó fejlesztésű benzines VRC-t, és ráütettem a lőböt privát csapatként, akkor egyéni világbajnok lehet. Igen, mert alapban a VRC 1-ben csak csapatok
nevezhetnek. A görög úriember ugye már minden, csak nem gyári pilóta, de igazából gyári pilótaként indul a bajnokságban. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy igazából ez ugyanamint a gokárban. Ha nem ül a súly, már most igazából nem felsúlyoznak, hanem egy szabályt módosítanak azzal, vagy eleget tesznek egy szabálynak azzal, hogy valahova beleraknak 100 kilót, mert ugye 90 plusz 10. Én számításom szerint az olyan 0,5 kilométerenként, kb. Annyi, plusz nincs hibrid gomb, ami azért itt szépen kiveséztük, hogy ez nem biztos, hogy annyira plusz, de azért ad... Hát ez azért a 100 fölötti lóerőt. Igen, tehát, hogy és ezt az akkor nyomod meg, amikor neked jó. Igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bárki bele fog is ilyen autóval menni. Én nem gondolom, hogy fognak ilyen autóval menni, de hogyha igen, akkor is csak ilyen egy-egy versenyen, nem tudom, egy spanyol bajnokságban, vagy Robi Buta kitalálja, hogy elindul egy ilyenen. De hogy én nem gondolom, hogy hogy ebbe bele fognak ülni olyan emberek. Én azt gondolom, hogy a VRC 2-nek sokkal nagyobb realitása van. Ha már valaki összeszed pénzt egy ilyen VRC futamra, de én azt gondolom, hogy ha összeadjuk, akkor durván ilyen VRC 2 elejével fognak tudni menni. Ilyen autóval. Tehát akkor nem lesz nagyon értelme beleülni. És rohadt drága, abból az autóból nagyon kevés van amúgy is. Bármit csinálnak vele, iszonyat költség. Igen, meg hát kevés olyan csapat van, aki ezt tudja olyan szinten üzemeltetni, amire egy VB-n szükség van. Tehát annyi alkatrésszel, 3 napig kordába tartani, meg ébren tartani. Ha már szóba hoztad a VRC 2-t, Solberg még nem jelentette be, de egyre jobban úgy tűnik, hogy marad a VRC 2. Mit vársz attól a szezontól, és egyébként Erik indul-e a VRC 2-ben? Ez egy elég érdekes információ. Vannak dolgok, amiket elmondhatok, és vannak, amiket nem. De a tény, hogy az Erik most ül egy repülőn Andorába, és egy Murva teszten fog majd részt venni holnap. Oliverrel közösen, ugyanis lassan már nincs ki, aki aktuálisan szerződésben áll a gyárra. Nekem is van egy szerződésem, de nagyon-nagyon ritkán vagyok teszteken, mivel hogy ők most egy abszolút átszervezésben vannak, ez a Toyota keresztbe tett plusz-minusz mindennek, ennek a toksportos szerelemnek is, ez az igazság, úgyhogy voltak olyan opciók, hogy Oliver majd megy a Fordhoz, de egyértelműen az a büzse, amit összeraknak a Solbergék, ahhoz pedig kell a Monster, és az meg nem megy, és a Ford nem fogja ez véget feláldozni azt a pénzbüzsét, amit kap a Red Bulltól, plusz nagyon mondjuk úgy, hogy nagyon közel vannak ahhoz, hogy legyen a következő érában egy Subarus gyári csapat. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy majd amúgy hogyan fogják ezt a Toyotának kikommunikálni, hisz a részvények többségi tulajdonosa a Subarunál pont a Toyota. De ez ilyen dupla Jolly Joker kártya majd a Solberg family-nél, mert hát úgy néz ki. Nem véletlenül voltak a Subaru gyárban 3 napig, amikor Japánban voltak a család, ezt azért én is észrevettem. De elvileg Olivernek kéne lenni egy gyári pilótának, és a csapatvezetőt úgy kéne, hogy hívják, hogy Peter Solberg, úgyhogy ez most már... az mondjuk nem lesz olyan szar. Elvileg ez az aktuális verzió. Én attól félek, hogy ha a Toyota ezt a kártyát kihúzza és elindítja ezt az egész koncepciót a Subaru név alatt, nehogy az legyen az egésznek a baja, hogy utána ugyanez a tulajdoni kör majd visszavonul Toyotaként, és akkor a Toyota cég Subarut fog indítani a VB-n, és nem lesz Toyota. És nem lesz Toyota. Úgyhogy ez még egy kicsit várat magára, de kb. Negyed év múlva ki fog kellene, hogy derüljön, ahhoz, hogy elinduljanak a tesztek és a homologizáció, ahogy majd az új gumibeszállítom, és sok minden más, most egy gyorsan össze kell, hogy gurítják az egészet. Vissza a VRC 2-höz, tehát akkor úgy tűnik, hogy két gyári Skodás pilóta lehet, ugye tudjuk a két Citroenes, az is egy érdekes döntés egyébként egy orosz pilótának lehetőséget adni, aki aztán bebizonyítja, hogy marha gyors, ezt tudjuk. És a Toyotában meg gyakorlatilag már mindenki tesztelt, azt meg még mindent tudjuk, hogy ki fog vele menni. Én próbálok világnyelven beszélni. Két hónapja ültem repülőn egy bizonyos csapattag Greg Riazinnal, aki rábólintott, hogy Toyotával fognak menni ezen az jövőre, miközben csak kiderült múlt heten, hogy azért Citroennel fognak menni. A személyvel nagyon hosszú tárgyalások folytak, és nagyon úgy nézett, hogy meg fognak egyezni, mégiscsak Toyota van.
A Greensmith-nél, ez ugye toksportos információk, a Greensmith-ről most nagyon szó van, hogy mégiscsak kifizetik azt a büdzsét, és fog tudni menni VRC-vel. Uh-huh. Úgyhogy marad az Oliver, és ennyi nagyjából. Lehet, hogy már lesznek fiatalok, akiket hoznak. A Toyota most nagyon-nagyon erősen fókuszál erre a montés programra. Én nem gondolom, hogy ugyanis azok a teszt folyamatok, amiken mondjuk akár az Erik is elment, és akkor furcsa módon ezt a Skoda támogatta. Szóval az Erik háromszor ment egy ilyen Toyotával. Azt tudni lévő, hogy ott baj van ezzel a három hengeres és a négy hengeres koncepcióval. Ha szerkezetileg ezt megpróbáljuk összerakni, akkor egy három hengeres, egy hatos motor nem tud lenni semmi paraméterekkel ugyanolyan erős és ugyanolyan dinamikus, mint egy négy hengeres. Így az FIA módosított egy szelepnyitási helyzagot, amit a Toyotánál végül is alkalmaztak. Ugyanis az az opció is fennállt, hogy egy Corolla négy hengeres motor lesz az egészben. Voltak olyan tesztek, ahol egy négy hengeres motorral is próbálták, de végül is a három hengeresre született a döntés, és a szelepek, a szívó és a kipufogó szelep jobban nyit, és akkor így kvázi ilyen indirekt BOP történt. Én úgy tudom, hogy a Toyota abban gondolkozik, hogy majd a Toksport lesz az a gyári csapat, aki ezt az egészet működtetni fogja. A Skoda úgy áll az egészhez hozzá, hogy privát csapatokat próbál majd támogatni, ami az alap koncepció volt, csak ez is egy kicsit máshogy süt el. Ha elmentünk a VB-re, akkor egy gyári Skodás kamion volt átmatricázva, és rá volt írva, hogy Skoda Customer Service, de azt is odaíhatták onnan, hogy Skoda Toksport Service, úgyhogy igazából most egy picit ilyen piaci alapú lesz a történet. Úgyhogy szerintem a bajnokság két tényleg, én azt gondolom, legerősebb embere a pont Citroennel fog menni. Igen. Visszatérve az Erikre, az aktuális szituáció azt mutassa, hogy lesz Skodás és Red Bullos támogatása, de nem fog menni a VB-n. Uh-huh. Egy pótalkatrészkereskedő cég fogja finanszírozni nagy valószínűséggel a cseh bajnoki szereplését, és elvileg velem kéne menni 6 vagy 7 EB-n, és ebből igazából összeáll. Plusz így, hogy szépen kiszivárogtak a tesztpilóták, ő és az Oliver lesz a két alappilóta az új fejlesztésekre. Most is egy ilyen diffi alkatrészeket tesztelnek. Azt tudni lévő, hogy ez a új RS, ez picit hátrányban van, főleg féktávon, és a furcsa módon ezt a fék hátrányt, azt egy diffi beállítással és egy diffi rámpával fogják majd módosítani. A régi autónak is igazából ez adta az előnye, hogy egy sokkal meredekebb fokú rámpát raktak be, és attól sokkal több lett a féktáv. Most ezt fogják elvileg tesztelni. Azt tudni kell, hogy ez egy üzleti alapú gyári csapat, úgyhogy kihoznak egy autót, és akkor már tudják, hogy mi lesz a következő Jolly Joker, hogy azt majd utána pénzre tudják adni. Mikor tudják majd az extrát hozzáadni? De ez nagyjából így működik. Igor, nagyon-nagyon szépen köszönjük a sok-sok háttérinformációt, Csabi, neked is mindent köszönök. Még egyszer mindenkinek mondom, hogy itt van két sapka, a Michelines meg a Skodás, amit Igor hozott, és amiért kommenteljétek az adást. Jövő héten drága édesanyámmal fogunk két kis anekdotázós PF-et tartani, addig is mindenkinek mindhárma meg az egész csapat nevében nagyon boldog karácsonyt kívánunk. Mindenkinek maradjatok a csatornával. Sziasztok! Támogatónk a Hotel & More, aki már 22 magyarországi és 8 külföldi szállodával várja a pihenni vágyókat. Reklámépítészeti megoldások a G-Ban Partners Kft-től. Gumihotel gumiszerelés a Grand Gumi Kft-től. Partnerünk az Alfa Romeo Magyarország.